Visszavárunk, Doki. Ez a felirat várta a jótékonysági séta résztvevőit. Már az első órában több mint 100-an regisztráltak kutyájukkal együtt. Varjú Gábor kutyusa, Hepai is itt volt. Várod a gazdik, igaz? Gyere haza, gazdik! Egy rövidebb, 20 és egy hosszabb 40 perces útvonal közül választhattak a sétálók és a futók az Egyesület Vízöntő utcai telephelye körül. Vissza tudtok jönni ott egy ilyen kis sétaúton. Varjú Gábor szeptember elején szenvedett súlyos kerékpáros balesetet, azóta kórházban kezelik. Több komoly műtét és hosszú rehabilitáció vár még rá. Gyógyulását segítendő, az Egyesület a családnak ajánlotta fel a jótékonysági séta bevételét. Ugye régen az állatkórházba hordtuk a kezelésre az Egyesület állatait, és Varjú doktorral későbbiekben is azért megmaradt a jó kapcsolat, tehát ő az, aki tényleg a mentett állatok mellé állt teljes mellszélességgel a kezdetektől kezdve, hogy elkezdtük az Állatvédő Egyesület munkáját. Úgyhogy mikor meghallottuk ezt a hírt, mindenképp rögtön gondoltuk, hogy valahogy mi is próbáljunk meg segíteni, hiszen ő annyi embernek és annyi állatnak segített. A séta résztvevői közül korábban többen megfordultak Varjú Gábor rendelőjében, ahogy Füles, a Beagle is. Azért jöttünk el, mert mi szeretjük az állatokat, mint a doktor úr, és voltunk nála is kezelésen. Az egyik betegségét pont a doktor úr gyógyította, és hát együtt érzünk vele ezekben a nehéz időkben. Sokan örökbefogadott kutyussal érkeztek. Kettő oka van, amiért eljöttünk. Egyszer jó az idő, meg sétálni mindig jó. A másik az, hogy ugye jótékonysági séta, tehát hogy ez meg igazából adja magát. Hát a Micsi kedves kutyánk, ő ugye innen a menhelyről való, tehát hogy ilyen sok helyen összefutnak a szálak. Az Egyesület rendezvénye megmutatta, milyen sokan szeretik és várják vissza a Varjú Gábort. A résztvevőkről fotó készült a célban, mindannyian oklevelet kaptak, és zsíros kenyérrel, süteménnyel, frissítővel vendégelték meg őket.